Nagyon sokszor butának gondoltak, vagy nevettek rajtam, és mivel ez elvette az önbizalmamat, majd amikor gimnáziumba felvettek, ez egy művészeti gimnáziumba, akkor ott megjött az önbizalmam, mert akkor már így jó úton voltam, ott már becsülték ugye azt, amit én tudok. Egy figyelemzavaros, hiperaktív gyerek az baromi idegesítő lehetett, így visszagondolva, hogy ők próbálják elmondani az órát megtartani, és én nem vagyok ott, és nem lehet. És mit csináltál óra közben? Hát beszélgettem másokkal például. És tudod, miért tök durva, hogy te vagy a hatodik vendég, most nem tudom, hogy fogom vágni, hanyadik leszel majd az adásban, de hogy a hatodik interjú, és itt ült hat eddig tök fantasztikus nő, halálosan jó életúttal, döntésekkel, mélységekkel, magasságokkal, és senki nem mer magáról. Büszkén vagy nem, hogy ilyen hangosan vagy úgy kijelent, hogy figyelj, annyira, annyira menő volt, mert megcsináltam ezt a kiállítást. Igen, amúgy én ezt így gondolom. Mármint, hogy én nagyon büszke vagyok magamra ezek miatt. De kimondani meg már tök nehéz. A kirakósban partnerünk volt a DeLonghi. A kirakós és a kiemelkedő női történetek támogatója a Johnny Walker.